Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal Erdélyben jártam, Kolozsvárot, és a most következő riportot az Erdélyi Etnográfiai Múzeumban készítettem. Itt vagyok Kolozsváron, a Néprajzi Múzeumban, és a Néprajzi Múzeumot fogom most bemutatni, beszélgető partnerem pedig... Fodor Attila, néprajzkutató múzeológus. Szeretném megkérni, hogy mutassa be a múzeumot, milyen kiállítások láthatók benne. Az állandó kiállításunk Erdély különböző tájegységeiről származó tárgyi kultúrát próbálja bemutatni. Különböző foglalkozásokra lettek csoportosítva ezek a tárgyak. Az ős foglalkozásoknál megtalálható a méhészet, a gyűjtögetés, a vadászat, a halászat, tehát ezeknek a kelléktárai. Tovább haladva a két állandó hagyományos foglalkozás, mármint az állattartás és a földművelés közül, tehát először az állattartás kellékei vannak bemutatva, hát a különböző állatoknak tenyésztése, a gondozása, majd az ezektől gyűjtött különböző javaknak a feldolgozása, tehát gondolok itt a tejnek, meg az egyéb javaknak a begyűjtése, ezek tárolása, feldolgozása. Majd utána a földművelésnek a különböző kellékei láthatóak, és külön részt kapott a kiállításban a gyümölcstermesztés és a szőlőművelés. Ezt követően a nagy terem a népi mesterségeknek lett szentelve, ezek között a fazekasság, a fa feldolgozás, a vasművesség, a bőrművesség és a szövésfonás kellékei lettek bemutatva. Mennyire jellemző a házi szőttes készítése? Folyamatosan történik továbbra is a múzeum tárgyi hagyatékának a bővítése, ezért elég gyakran egy-egy idős személy felajánlja a múzeum részére a házi szötteseit, vagy a régi viseleteit, a jobb megóvás, meg a jobb tárolás véget, de azon kívül bizonyos terepkutatások során, ha olyan tárgyakra bukkanunk, akkor beszerzés szempontjából gondoskodunk arról, hogy ezek a múzeumba kerüljenek. Azok a tárgyak, eszközök, amiket itt Erdélyben használnak, mennyire mások, vagy miben térnek el a magyarországitól, mondjuk az alföldítől? Hogyha kézbe vesz az ember egy tárgyat, meg lehet-e mondani, hogy ez honnan származik? Hát azt hiszem, hogy attól, hogy egy kasza Erdélyben is kasza formájú, meg Alföldön is kasza formájú, ez ennyire egyértelmű, viszont részleteiben rejlik a bizonyos tájhoz való kötöttség, de hát ne a kaszát ragadjuk ki, hanem ragadjuk ki például valamelyik kerámia darabot, vagy valamelyik viselet darabot. Hát ezek olyan tárgyak már, amelyek sokkal pontosabban, sokkal biztosabban jelzik a származási helyüket, sőt annyira, hogy nem csak a származási helyüket, hanem a nemzetiségi vonásait is magukon hordozzák, úgyhogy egy bokájról, egy kerámia edényről szinte pontosan be lehet határozni, azt, vagy meg lehet állapítani azt, hogy melyik vidékről és azon belül is melyik korból származik. Ne beszélve arról, hogy a viselet az, ami kimondottan nemzeti jellegű, és ami kimondottan egy tájegység, vagy egy tájegységen belül akár egy falunak a részét, vagy a viseleti szokásait, módjait jelzi. Úgyhogy ilyen szempontból bizonyos tárgyak igenis sajátosak, igenis eltérőek lehetnek egy magyarországi, vagy egy felvidéki, vagy egy délvidéki néprajzi tárgyról. Halászattal kapcsolatban kérdezhetem? Persze. Hát a halászat különböző módját próbálja bemutatni a látogatónak a halászatra vonatkozó részleg.
Hát különbözőképpen haláztak, akár hálót használtak, akár szigonyokat használtak, vagy itt egy csónak is látható, a csónak mellett különböző varsák találhatóak, különböző fonatkosarak, amelyek használatát a különböző mélységű folyókban gyakorolták. A halászatnak különböző formái vannak, és elég nagy a kelléktára. A népviseletekkel kapcsolatban melyik tájegységre mi a leginkább jellemző? A népviseletek sokszínűek, úgy, ahogy a kiállításban látni lehet. Kiállításunkban szereplő viseletek kimondottan erdélyi vonatkozásúak, mert hogy Erdély különböző tájegységeiről származnak, és ugyanúgy, mint a többi kiállított tárgy, román, magyar és szász jellegű. Itt megtalálható olyan viselet darab is, ami a viselet archaikusabb formáját kívánja szemléltetni. Ezek hogy néznek? Ezek egyszerűbb viseletek, inkább a román viseleteket lehet ilyen szempontból régebbieknek tekinteni, mert hogy ezek a viseletek úgy díszítésükben, mint szabás technikailag is egy egyszerű formát, egy természetesebb formát mutatnak. Úgy lehet ezt egyszerűbben meglátni, hogy attól régebbi egy viselet, hogy az eredeti vásznat mennyire szabdalták fel, mennyire próbáltak beavatkozni a négyszögletes formába, tehát minél kevésbé szabták, meg alakították a test után, annál inkább régebbinek mondható egy viselet, és ezt inkább a román viseleteken lehet végigkövetni. De hát az újabb viseletek, a polgárosultabb viseletek is megtalálhatóak a kiállításban, ezek már a különböző újabb anyagokat tartalmazzák, vagy használják fel, mert különböző csipkeféléket, vagy gyári készítésű virágmintás szalagokat használnak, tehát ezek már újabb keletűek, eladdik, hogy a különböző fejkendőket már készen vásárolják, úgyhogy igazán színes paletta látható ilyen szempontból. Hát, hogy mennyire hasonlítanak, vagy mennyire különböznek ezek a viseletek, úgy lehet látni, hogy bizonyos vidékek, bizonyos tájegységek mennyire hatnak egymással, akár azt is ki lehet mutatni, hogy bizonyos viseletmotívum, vagy hímzés minta, akár román, vagy akár szász viseleten egyformán megtalálható, és nem egyszer ennek az az egyszerű magyarázata, hogy egy azonos tájegységről származik ez a két viselet. Úgyhogy nagyon változatosak tudnak lenni a viseletek. A csipkére visszatérve, ezek vert csipkék voltak, forgolt csipkék, varrott csipkék, vagy vásárolták őket? Ez mind egybe, vagy mind az összes. Megtalálható ugyanúgy a vert csipke, amit szép számban Torockon készítettek. Torockon megrendelték, mondjuk a kalotaszegi viselethez szükséges vercsipkét, azt Torockon rendelték, úgyhogy Torockon ilyen szempontból bedolgozott más tájegységek viseleteibe, de ugyanúgy megtalálható a gyári készítésű csipke, vagy a horgolt csipke, úgyhogy koronként változó magának a csipkének is a megjelenése és a készítési módja. Itt az időszakos kiállításon főképp szőtteseket láttam, hímzés az viszonylag kevés volt. Mennyire általános ez, vagy mennyire erre a kiállításra jellemző? A hímzés, hát az többnyire a viseleteken, meg egyéb házi textiliákon található, általánosan jellemzőnek mondható. Az ünnepi darabokon gyakoribb a hímzés, mint díszítési technika, de szép számban megtalálható egyéb olyan használati tárgyon is, ami paraszti lakásbelsőket díszíti, tehát rudravaló kendőket vagy párnacsúpokat ugyanúgy megtalálhatunk a tiszta szobában, mint akkor a templomba vagy ünnepi alkalomra szánt ünnepi viseleten. A színváltozások, vannak olyanok, amik tiszta piros mintásak, tiszta fekete mintásak és színesek. A színvilág nem véletlen, mert hogy a színhasználat, ha a viseletről beszélünk, akkor az bizonyos korhoz kötődik, de ugyanúgy bizonyos eseményekhez is köthető bizonyos színeknek a használata. Megvolt az, hogy a gyerekeknek, a fiataloknak élénk színek lettek felhasználva a viseletekben.
és az idő haladtával, az idős kor felé való közeledéssel a színek elkezdtek sötétedni, úgyhogy a piros és a kék, a zöld színeknek a használata úgy átvált időben barna, fekete, sötétebb színek használatára. A másik színhasználat különböző eseményekhez kapcsolódik, tehát egy ünnepi alkalomhoz nyilván, hogy a vidámabb, élénkebb színeket használják, de egy temetési szertartáshoz például a fekete meg a sötétebb színeket használják. Úgyhogy a színek világa az éppen eseménytől függ, vagy éppen attól függ, hogy mit kíván kommunikálni a szín által, akár a népi mester, vagy maga a közösség. Most a Csékegyüttes zenéje következik, majd folytatjuk a riportot. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat, tehát Kolozsváron,
Az Erdélyi Etnográfiai Múzeumban járunk, és Fodor Attila néprajzkutató muzeológussal készített riportot fogják hallani. Kezdeném Dióhéjban a múzeum történetével. A múzeumot Románia első néprajzi múzeumaként tartjuk számon, amit 1922-ben alapítottak. A híres néprajzkutató Romulus Vuja volt neki az alapítója. Maga az intézmény 22-ben létesült, 23-ban volt az első állandó kiállítása. Az intézménynek több helyszíne is volt, már mint működéséül szolgáló helyszíne volt, és pedig 22 és 25 között az egykori iparművészeti múzeumnak otthont adó épületben működött, tehát itt volt az első állandó kiállítása. Ezt követően 23 és 35 között az Erekje gyűjteménynek, az Erekje múzeumnak helyet adó épületben működött, az egykori Széchenyi téren levő épület, napjainkban ez az épület már nem létezik, de hát helyszínül itt működött a múzeum, és ezt követően 35 és 57 között a múzeum a sétatéri kiosz épületében működött, leszámítva azt a pár évet, tehát 40-45 közötti évet, amikor a második bécsi döntés következtében az intézmény Nagyszebenbe menekült, vagy áthelyezte oda a működését, és visszakerülve a múzeum 57-től kezdődően jelenlegi épületében, az úgynevezett redut palotában, vagy redut épületben fejti ki tevékenységét napjainkban. A redut mit jelent? A redut francia eredetű szó, ami báltermet, vagy kultúrtermet, kultúrotthont nevez, mert hogy a 18-19. Század során ebben az épületben, a nagy teremben, a bálteremben nagyméretű kultúresemények történtek. A város úgymond kultúrszínhelyeként szerepelt ez az épület, ez a terem, és innen a megnevezése is, hogy redut épület, tehát redut terem. Az állandó kiállítás valójában az ötödik a múzeum történetében, pontosabban 2006-ban lett átadva a jelenlegi állandó kiállítás. A kiállítás címe Erdély népi kultúrája a 17. és 20. század között. Maga a kiállítás különböző egységekre van tagolva, úgy a földszinti részen, mint az emeleti részen. A földszinti részen kezdve az ősfoglalkozásokkal, folytatódva majd az állattartással, mezőgazdasággal, a nagy terem, a bálterem vagy a redut terem különböző mesterségeknek ad otthont vagy szolgál helyszínül, majd különböző textileknek van egy külön részlegük, népi hangszereknek. Az emeleti részen az állandó kiállításban ünnepi népviseletek, különböző erdélyi régiókból származó népviseletek, és az emberi élet fordulóihoz kötődő tárgyak és különböző jelenetek, viszont ez ideiglenesen fel lett számolva, mivel egy időszakos kiállításnak ad helyet ez a rész. Mikor nyílt ez a kiállítás, és meddig lesz látható? Két időszakos kiállításról beszélünk. Mondom a régebb megnyílt időszakos kiállítást. Létezik egy román népi ingeket bemutató kiállítás, ami jó hónapja megnyílt. Az egykori Cantacuzino és Bretiano gyűjteményéből származó viseleti darabokat mutat be, és az új kiállítás a Magyar Napok alkalmából nyílt, és egy bútorfestő asztalos nevéhez fűződik, történetesen Umling Lőrinc nevéhez, aki Kalotaszeg és Kolozsvár környéki templombelsőket, templomi bútorzatot, mennyezet kazettákat készített, egy szóval a kor jeles asztalos festője volt. És a mostani kiállítás az egyik általa festett mennyezetnek a darabjait mutatja be. A Bodonkúti, tehát Kolozsvár szomszédságában található település egykori templomában levő mennyezeteinek 20 darabját mutatja be, mert hogy a restaurálás idáig jutott, és a többi darab, összesen 42 darabról van szó, ennek fele mostanra készült el, és ez látható a mostani kiállításban. Térjünk vissza az állandó kiállításra. Milyen gyűjteményekből áll, hogyan jött létre, mi a története?
A múzeumot Romulus Vuja alapította, valójában egy bizottság döntött a múzeum létrejöttéről, amely bizottság tagja Romulus Vuja volt, ő volt a múzeum első igazgatója, és az általa irányított kezdeti kutatások során összegyűlt tárgyak képezték az első állandó kiállítás tárgyanyagát. Hát azóta különböző adományok, különböző gyűjtemények révén gazdagodott, gyarapodott a múzeum tárgyi állománya. Hát különböző adományokból, különböző gyűjteményekből, különböző terepkutatások, terepgyűjtések során összekerült tárgyakból áll össze a múzeum tárgyi hagyatéka, ami a napjainkban 40 ezer körüli darabot számol. Mekkora a múzeumnak a gyűjtőkörzete? Csak Kolozsvár környéke, vagy egész Erdély, vagy milyen területekről gyűjtenek? Múzeumunk, hát a megnevezésében is benne szerepel, hogy Erdély Néprajzi Múzeuma egy régiót fed le, történetesen Erdély régiójára összpontosít. Tárgyai ezekből a régiókból vannak, de folyamatos kapcsolatban áll a többi kisebb régió múzeumával. Tehát valójában Erdély területét fedi le, kutatása szempontjából is ezt a régiót próbál lefedni. Néhány példát, hogy melyik tájegységeket értjük ez alatt? A párciumi részektől Máramaros, Beszterce vidéke, Bel Erdély területe, a székelyföldi székek, a szász vidékek, de a bánsági részeket is ugyanúgy fedi ilyen szempontból. Tehát ez azt jelenti, hogy a román, a magyar és a szász. Igen, ezt még nem említettem, mert hogy maga a tárgyi hagyaték, tehát a múzeum összgyűjteménye a három erdélyi nemzetiség tárgyi hagyatéka képezi. Jelenti ez a román, a magyar és a német, illetve a szász etnikum tárgyi hagyatékát. Viszonylag arányosan mutatkozik ez a sokféleség az állandó kiállításban, úgyhogy román, magyar és szász darabokat egyaránt találunk az állandó kiállításban. A múzeum köré csoportosuló civil szervezetek, önkéntesek, egyesületek mennyire vannak, milyen kapcsolatot ápolnak a múzeummal? A múzeumnak különböző időszakos rendezvényei vannak, foglalkozásokat működtet többnyire nyár idején. Nem említettem azt, hogy a múzeum két részleggel bír. A jelenlegi hely, ahol épp tartózkodunk, ez a pavilionáris részleg, és van egy szabadtéri részlege, ez a város szélén található, a Hólya erdő mellett. Ott egy viszonylag nagy területen fekvő szabadtéri részlege van, és a nyári táborok, gyerektáborok többnyire itt történnek, tehát az ottani foglalkozások a szabadtéri részlegben történnek. Különböző pedagógiai képzettséggel rendelkező kollégáink foglalkoztatják nyári időszakban a gyerekeket, de azon kívül különböző egyéb intézménnyel ugyanúgy jó viszonyt meg jó kapcsolatot ápol a múzeum. A nagy terem jelenleg is, akár a kolozsvári Magyar Napok idejére is, szinte minden estére bizonyos eseménynek biztosít helyszínt. Vannak-e rendszeresen visszatérő események? Itt is vannak visszatérő események, tehát a múzeumok éjszakája május-júniusi időszakra esik, ez is egy évente sorra kerülő esemény. Ezen kívül létezik az iskola másként program, ami arról szól, hogy egy hét alatt a diákok különböző múzeum látogatásokat tesznek, úgyhogy ilyenkor a múzeum zsúfolásig megtelik, és bizonyos állandó kiállítások, állandó időszakos kiállítások is napirenden vannak évente a múzeumban. Például a Lego kiállítás nagy sikernek örvend, mert hogy ez is most már évente sorra kerül, többnyire június 1-én, a gyereknap alkalmából. Úgyhogy vannak visszatérő események a múzeum életében. Vannak-e rendszeresen meghirdetett foglalkozások, vagy hogyha az iskolák jelentkeznek és igényelnek ilyent, akkor tartanak? A nyári időszakra mondható ez a rendszeresség, mert hogy nyári időszakban történik a tábor ideje, tehát a gyerektábor ideje. Vannak olyan gyerekek, akik rendszeresen visszatérnek, de vannak folyamatosan új és új személyek, akik megjelennek ezekben a táborokban. Állandónak mondható azért a létszám ott is.
szó volt, hogy a kazettákat most restaurálták, ezt a múzeum saját restaurátorai tették, vagy pedig van valamilyen nagy restaurátor szervezet, és ők csinálják? Ja. A múzeum külön restaurátor műhellyel rendelkezik, ahol szakképzett kollégáink végzik folyamatosan adódó tárgyak restaurálását. A most látható kiállítás darabjait is ugyanúgy a kollégáink restaurálták. Húzamosabb ideig eltartott ez a folyamat, 5-6 hónapig dolgoztak ezeken a kazettákon, amíg mostani állapotukat elérték. A restaurálás során szerzett tapasztalatokat hol teszik közzé? Szakpublikációkban publikálnak a kollégák, de ezen kívül a múzeumnak egy állandó publikációja a múzeum évkönyv, az, ami évente összesíti az évi tevékenységet, ami azt jelenti, hogy a belső személyzet tevékenységét, szakleírásait, tanulmányait jelenti, de azon kívül külső személyek publikációit is magába foglalja. Hát egy szóval a kollégáknak helyi, saját kiadványban áll rendelkezésükre publikálni, de azon kívül egyéb szaklapokban is közé teszik az elért eredményeiket. Kutatások is folynak itt a múzeumban. Milyen területeken kutatnak? Ez változó, épp attól függ, hogy a múzeum milyen pénzforrásokat tud megszólítani, lehívni. Az elmúlt években különböző jellegű kutatásra került sor. Az Erdély autópálya építése magával vonzotta bizonyos néprajzi kutatások lehetőségét is. Egy ilyen kutatásban vett részt a múzeum. Tavaly előtt másik kutatásban is részt vett a múzeum, ami egy bizonyos falunak a teljes néprajzi anyagát próbálta feltárni, folklór, néptánc, viselet, népi építészet. Úgyhogy időnként változó kutatásokban vesz részt a múzeum ezek függvényében, tehát a pályázati alapok szempontjából, vagy ezeknek függvényében. Ezeknek az eredményei, a dokumentációja bekerül nyilvánvalóan a múzeumba. A feldolgozás milyen formában történik, és hogyan válik közkincsé? A kutatások anyaga, fényképanyag, hangzóanyag, videóanyag bekerül a múzeum archívumába, adattárában. Jó részt ezek feldolgozásra kerülnek, még abban az évben, vagy a rákövetkező évben a következtetéseket levonva az eredményeket publikálja a múzeum az évkönyvében ezeket a tanulmányokat. Viszont vannak olyan gyűjtött források, amelyek hát továbbra is a múzeum adattárában lappanganak, úgyhogy időkérdése, hogy ezeknek a publikálása mikorra kerül sor. Milyen kapcsolat van más múzeumokkal, más néprajzi múzeumokkal? Jó kapcsolatban áll a múzeumunk a többi erdélyi, meg az országos múzeumokkal. Előfordult az, hogy közös kiállításunk volt egy bizonyos témáról. Volt egy olyan kiállításunk, a világítás eszközeit, tárgyait mutatta be, és ehhez a kiállításhoz az ország 7-8 múzeumának az anyagára volt szükség. Közösen összeállítottuk a kiállítandó tárgyakat, és akkor ez a kiállítás egy közös kiállítása volt az ország különböző múzeumának. Olyan kiállítás volt, ami napjainkban is folyamatosan különböző helyszínen történik, tehát egy vándorkiállítás lett belőle. Jó viszonyban állunk a múzeumokkal, meg a múzeumokban dolgozó kollégákkal, úgyhogy alkalomattán tényleg egymásra szorulunk. Konferenciákat, megbeszéléseket, ilyesmiket milyen gyakorisággal tartanak? Évente a múzeum több konferenciának ad lehetőséget, tehát úgy is, hogy a múzeum rendez ilyen jellegű konferenciákat, vagy úgy is, hogy helyszínéül szolgál múzeumunk különböző konferenciáknak. Gyakran van úgy, hogy a nemzetközi konferencia zajlik, és akkor erre magyarországi, németországi, tehát különböző európai országokból eljönnek a szakemberek, és akkor itt tartanak megbeszélést, úgyhogy viszonylag nemzetközi jellegű múzeumban vagyunk ilyen szempontból. Milyen tervek vannak legközelebb, mikor, milyen kiállítás fog nyílni? Év végén záródik az éves tevékenység, és akkor év végén kerül megbeszélésre a jövő évi lehetséges időszakos kiállításoknak a programja. Azt tudom, hogy a múzeum eleve, a múzeumunk egy olyan nyitott intézmény, ahol folyamatosan
különböző események, különböző kiállítások zajlanak. Elsődleges célja a raktáraiban elzárva, tehát a nagy közönség elől elzárva levő tárgyakat, értékeket szándéka időnként előhozni egy-egy időszakos kiállításba szervezni, és évente 2-3 időszakos kiállítása is van a múzeumunknak. Az élő népművészet, szokták úgy is mondani, hogy népi iparművészet. Mennyire tartozik a múzeum érdeklődési körébe ez az egyik, másik, hogy virtuális kiállítást rendeznek-e? Virtuális kiállításnak tekinthető a múzeumunk állandó kiállításának a virtuális megtekintése, mert hogy lehetőség van erre, a múzeum honlapján bárki ráléphet, megtalálhatja a virtuális látogatási módját a múzeumunknak, úgyhogy tehát működik egy virtuális látogatási program. Hogy található ez meg? Hogyan? A múzeum honlapja museumethnographic.ro, tehát erre a címre lehet rákeresni, és akkor itt részletesebb leírás található a múzeum kiállításáról, épületéről, történetéről, és azon kívül a napi eseményekről is, tehát a különböző tevékenységekről, eseményekről naplakész leírás és programterv található benne. Az élő népművészet? Időnként a szabadtéri részlegben különböző táncokra, különböző népi jellegű eseményekre, vagy hagyományos jellegű eseményekre, rekonstrukciókra kerül sor, úgyhogy ilyen szempontból próbál a mai népi kultúrával is lépést tartani a múzeum. Most ismét zene következik, a muzsikás együttes, majd utána a kaleidoszkóp. Yeah.
A kaleidoszkópot a Hagyományok Házának egy vendégkiállításával kezdem, Örökség és újítás. A Várkert Bazárban került megrendezésre, kortárs magyar kézműves remekeket mutat be a Népművészeti Egyesületek Szövetségének a segítségével, vele együttműködve hozták létre. A több mint 4000 tagot számláló szövetség legkiválóbb mestereinek az alkotásaiból válogattak. Igen sokszínű a kiállítás, műfaji, technikai és koncepcionális szempontból egyaránt. A hagyományos tárgyi világ időtálló esztétikai megjelenítésére törekedtek itt. Olyan tárgyakat választottak ki, amik részben teljesen a hagyományos formában, mint egy szinte másolatokként készültek, majd az átalakulás folyamatát, az egyes motivumoknak, technikáknak a fölhasználását eredeti formában, de modern használati eszközökön, végül pedig olyan eszközök, amiknél a hagyomány teljesen beleolvadt, egészen modernizálódott. Tehát az egyéni hangvétel, ugyanakkor a hagyományok tisztelete, a tudás, a megújulás jellemző a kiállításra. Füleken, a Városi Honismereti Múzeumban Mesterségek művészete, hasonló jellegű kiállítás a környék hagyományos mestereit, illetőleg mesterségeit, annak mai művelőit mutatja be, olyan dolgokat, amik megint csak a modern kor követelményeinek megfelelőek. Bemutatkozik itt késkészítő, aranyműves, kerámikus, hegedűkészítő, gravírozó, vésnök, késkészítő, kolomb és csengettyűkészítő, bőrdíszműves, sőt, fegyver és lőszergyártó is. És ha már a fegyverekről volt szó, akkor a Keszthelyi Balatoni Múzeummal folytatom, ahol a Balatoni csata címmel június óta látható egy kiállítás, itt 1945-öt idézik meg, amikor öldöklő küzdelem folyt egyrészt a német-magyar, másrészt a szovjet-brit-amerikai haderők között. Tankcsaták, légiharcok egyaránt voltak az ütközet sorozatban, grandiózus katonai tervek, kockázatos offenzívák, mindezekbe bepillantást nyújt a kiállítás. A Lackó Dezső Múzeum a II. Világháború Veszprémben című kiállítása vándorkiállításként ismét megnyílt, ezúttal a veszprémi megyei rendőrfőkapitányságon. Egyébként a kiállítás májusban a Lackó Dezső Múzeumban volt először látható, azóta már volt a Városházán, az Eötvös Károly megyei könyvtárban, és tovább fog menni a Lovasi László gimnáziumba, az Ipari Szakközépiskolába, Betési Albert gimnáziumba, az év végén pedig a Deák Ferenc Általános Iskolában fejezi be körútját. A budapesti Godó Galéria és az Erikson Galéria mindkét helyen megnyíló kiállítását is érdemes megemlíteni. Ördögöt a falra, dr. Máriás kettős kiállításáról van szó, legújabb festményeit és kisméretű papírmunkáit mutatja be, amelyek a Ne festd az ördögöt a falra felkiáltásból indulnak ki. Amit pedig felfestett, a gonosz témakörét foglalja magában, a célja pedig arra fölhívni a figyelmet, hogy vajon fel tudjuk-e ismerni a gonoszt, mert van olyan, akinek ugye papírja van arról, hogy ő egy gonosztevő, bűnöző, és a társadalom megbünteti, mások megmenekülnek, és boldogságban, kényelemben tudnak élni, tehát nagyon sokféle gonoszság van, éppen ezért ő a meggyanúsítottaktól a tolvajokon, sikkasztókon, betyárokon keresztül sorozatgyilkosságig, terroristákig mindenféle embereket valamilyen neves művésznek a műtermébe helyezve örökített meg, a művészet szépségét és a valóság szörnyűségét állítva így ellentétbe. Reméli, hogy ezzel sikerül letörni a gonosznak a szarvát hosszú időre. Szintén nagyon fontos üzenetet hordoz a budapesti Vármező Galéria, amelyikben Dénus Kis Jenő üzenet című kiállítása tekinthető meg, ennek a témája pedig az írás. Az írás, mint egy-egy korszak kultúrtörténeti lenyomata jelenik meg, egyébként agrármérnök festőnek a művein. Ez a harmadik önálló kiállítása, és ebben az írást, mint a teremtett kultúra átörökítését szolgáló eszközt mutatja be, a kultúra DNS-e, ahogy ő fogalmaz. Egyúttal arra is fel kívánja hívni a figyelmet, hogy a kézírás mennyire fontos. Egyrészt praktikus oka is van a kézírásnak, másrészt pedig egy művészi tevékenység is, ami egyúttal tükrözi, az írásképpel tükrözi a kort, a kultúrát és az egyénnek a
jellegzetességeit, hangulatát is tudja tükrözni. Az arányosság, a nyugodt egyensúly jellemző az ősi írásképekre, mint megállapítja, amik aztán egyre bonyolultabbak lesznek, aztán egyszerűsödés következik be, tehát egyfajta folyamatos, dinamikus változás jellemzi az írást, gyors ritmusváltozások, illetőleg manapság már digitalizált üzenetek. Pécsen, a Zsolnai negyed pécsi galériájában, az M21-ben szintén egy modern művészeti kiállítás tekinthető meg, Péreli Zsuzsa belső zarándoklat. A kiállításnak a címe szövőszéken szőtt goblejneket mutat be, ő egyébként Munkácsi díjas érdemes és kiváló művész, itt a nagyművészetekhez hasonló képi kompozíciók szövőszéken megszőve jelennek meg. Győrben a Ménfőcsanaki Bezeréli kastélyban, Romer Flóris nyomában a Bakonyban című kiállítás a művészet másik oldalát mutatja be. Itt fotóművészetről van szó, ezúttal Romer Flórisnak nem a Veszprémi Múzeum riportjában megismert régészeti történeti tevékenységéről van szó, hanem a természettudományos ismeretek a barangolásaira hívja föl a figyelmet, ugyanis elsősorban tájképek, természeti kincseknek a megjelenítésére vállalkozott Szabó Béla fotóművész. Budapestre visszatérve, a BTM Budapest galériájában az ismerős és az ismeretlen Krajcsovics Éva festőművésznek az alkotásait lehet megtekinteni, aki tematikus korszakokat különböztet meg, műtermi enteriőrök, szaszetta variációk, könyv és köpenyképek ábrázolásaiban, ahol mindenütt az atmoszférát, a textúrát, a fény és az árnyalatok játékát bontja ki. A színekkel kapcsolatban például azt mondja, hogy a vörös színről a félelem jut eszébe, egy máló vakolatú vörös házat lát maga előtt, amikor a vörös színt megpillantja, a szürkére viszont Giuseppe de Santis Róma 11 óra című filmje idéződik fel, a fény, a megtalálás, a megközelítésnek a reményét kelti benne, a fehér szín viszont a semmi szépség, érdekes, üres, gazdátlan gondolatokat ébreszti. Míg a majdnem feketéről az esendőségre, elmúlásra asszociál, ami a fehér alatt rejtőzik, és a kopott okker velencét idézi meg az ő szemében, ami a változatlanságot, a festőiséget jelenti számára. Van egy átjárható színe, amit csak felkutatni, megtalálni lehet, de újra teremteni nem. A katakombák Róma falai, ami ezt felidézi benne, tehát különböző emléknyomok jelennek meg nála a színhasználatban. És ha már emlékekről van szó, akkor Budapesten a Műcsarnak József Plecsnik, a Karszti ember című kiállítására szeretném még fölhívni a figyelmet, ahol a legjelentősebb 20. századi szlovén építésznek a munkásságát lehet megismerni, komplex városépítészeti tervei voltak például Ljubljánával kapcsolatban, illetőleg valósultak is meg, a központi városi temetőkomplexum, a Zále például az ő alkotása, de Prágában a Hradzsin, vagyis Csehszlovákia szimbolikus akropolisza szintén a nevéhez fűződik meg az államelnöki rezidenciának a kialakítása, tehát nagyon széleskörű építészeti tevékenységet folytatott, jellemzően az eltérő kulturális hatások és építészeti hagyományok ötvöződnek a műveiben. A kiállításon szakmai életútjának a kronológiáját, az életmű topográfiáját is meg lehet ismerni, de a személyes alkotói portréra is igyekszik rávilágítani az összeállítás. Előzetesként ehhez kapcsolódva a Műcsarnok egy másik kiállítására is szeretném fölhívni a figyelmet, amelyik most 5-én nyílik, és formát ölt a gondolat. Sikedanc Albert, a Műcsarnok építője, a kiállításnak a címe, és a Műcsarnok eredeti terveit, akvareljeit mutatja be, amelyik a Szépművészeti Múzeummal, ami szintén ugye az ő alkotása, és Zala György szobrászművésznek, a Hősöttere szobor kompozíciónak a megálmodójával együtt a városképnek egy nagyon jelentős összetevője, karrier történetének a csúcspontja. Most pedig búcsúzom önöktől, kellemes kiállítás látogatást kívánok, és jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra! Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak.
szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.